Miniszter úr, évet zárunk. Hogyan értékeli a város és a térség életében történt beruházásokat, fejlesztéseket 2022-ben? Karcag szerintem az egyik legjobb évét tudja maga mögött, akár évtizedes távlatokban is beruházások vonatkozásában. A város nagyon látványosan fejlődik, és ebben a idejének nagyon komoly szerepe van, hiszen az ipari parkban több beruházás van folyamatban, illetve már lezárult a Penny logisztikai bázis bővítése, ez mintegy 100 új munkahelyet jelent. A Porpur nevű cég jött létre, amely környezetvédelmi beruházás, ilyen különböző ipari hulladékokat, poliuretánhabot, szigeteléseket dolgoz fel. Az AgroSprint vállalkozás ipari park szomszédságában az idei év agrárberuházás, a feldolgozóipari beruházás a címet nyert el, és tulajdonképpen megduplázta a telephelyét. A karcagi laktanyában új csarnokok épülnek, aki a város mellett elhalad, vagy ide érkezik hozzánk, akkor láthatja azt, hogy ott komoly építkezések vannak, és a legfontosabb nyilván az, hogy a munkahelyek gyarapodjanak. De olyan létesítmények is folyamatban vannak, mint a sportkomplexum, és a Sámán dob, tehát a milánói pavilon építése, illetve a környező területek, Rónai Malom rendezése, parkosítás. A városban közműberuházások történnek, elég itt arra gondolni, hogy kerékpárút épült, illetve felújítás 12 km hosszú, ilyen nem is volt még Karcagon ilyen esztendő, hogy ez megvalósuljon. Zárt kerti utak és más területeken is aszfaltozások történtek itt a város belső területein, tehát ez eredményes évet mutat, illetve óvoda, bölcsöde felújítások, Énónak a felújítása, tehát jelentős előrelépés van, és én bízom abban, hogy ez folytatódik jövőre is. Miniszter úr, hogyan látja, milyen eredménnyel zárt a mezőgazdaság ebben az évben? Évszázados asszály volt, ami nagyon próbára tett mindenkit. A szárazságot azt éreztük, a forróságot, de gondoljunk bele abba, hogy aki a határban termelt, annak ez milyen problémát jelentett, hiszen rendesen bevegyelték a földet, elvetettek, aztán utána egy csomó növény nem termett semmit se. A csapadék hiány már tavaly ilyenkor érzékelhető volt, tehát tavaly ősszel és télen, aztán jött egy kis eső, és aztán pedig semmi. Tehát az asszályos időszakban közel egy év alatt mintegy 200 mm eső esett. Most, ha majd az évi statisztikát nézzük, akkor látszik az, hogy kiegyenlíti a természet, mert ami hiányzott a nyáron, az most pótlódik, hiszen most az elmúlt időszakban mintegy 60 mm csapadék volt. Hát eső nélkül, víz nélkül nem lehet termelni. Tehát a kukorica, a napraforgó az bizony nagyon megsínlette, ezt az országos hatással is jár, és az áremelkedéseknél is nem győzöm elégszer hangsúlyozni, hogy az asszálynak komoly szerepe van, hiszen amit eddig megtermeltünk, azt vagy drágában termeljük, vagy kevesebbet termet, vagy importálni kell. És ilyenkor hangsúlyozok az öntözés fontosságát, de hát minden területet nem lehet öntözni. Hangsúlyozok azt, hogy szárazságtűrő növények kellenek, de hát hiába, hogyha a szárazság hónapokig tart, akkor ezt sem bírják elviselni. És az, hogy ebből nem lett élelmiszerhiány, hogy a boltok választékán ez így látszott, az annak köszönhető, hogy egyrészt a mezőgazdaság teherbíró képessége lényegesen nagyobb, mint a korábbi években. Tehát a gazdáknak voltak tartalékaik, illetve az országnak is vannak tartalékai. Hűtő, fagyasztókapacitások, feldolgozó kapacitások vannak, amelyekkel sikerült áthidalni ezt a nehéz időszakot, de így is takarmányhiány lépett fel, bizonyos termékeket, terményeket pedig importálni szükséges. Általában az ilyen esztendőket, ilyen nehéz esztendőket egy közepes szokta követni, úgyhogy bízunk abban, hogy a jó Isten megsegít bennünket, és 2023 az már sikeresebb lesz. Ebben az évben melyek voltak a parlament kiemelt témái? Országgyűlési választások voltak, ahol Karcagon, illetve a Karcagon közben a Fidesz-KDNP, annak jövő, hogy F. Kovács Sándor torony magasan győzött, egyik legjobb eredmény országosan, és a Fidesz is megőrizte, sőt növelte is az előnyét a többi pártokkal szemben. Kétharmad fölötti részarányjal rendelkezünk az országgyűlésben. Ez komoly lehetőség, de nagy felelősség is, hiszen az ukrán-orosz háború miatti válságot, az energiaválságot kezelni kell. Az Európai Unióba
megfigyeltő törekvésekkel is szembesülünk, tehát Magyarországnak a magyar érdekek mentén kell és célszerű politizálnia, és nekem meggyőződésem, hogy ez a legjobb feltételekkel rendelkezünk a személyi vonatkozásokban, hiszen Orbán Viktor miniszterelnök úr személyében olyan kiváló politikus áll az ország élén, aki komoly nemzetközi rálátással, gyakorlattal rendelkezik az ország belső ügyeiben is, teljes mértékig képben van, és meg tud tenni, meg is tesz mindent azért, hogy ezt a nehéz időszakot átvészeljük. És hát ilyenkor pénzügyekről is van szó, valami egy továbbra is pénzügyminiszter, és így azt a szigorú pénzügyi odafigyelés, gazdasági odafigyelést, amit eddig is tapasztaltunk tőle, tudja majd folytatni, hiszen ilyen nehéz időkben nagyon komoly odafigyelés és szakértelem kell ahhoz, hogy az ország pénzügyei rendben legyenek. És az egész kormány, az országgyűlés most azért dolgozik, hogy a válság hatásaitól a lehető legnagyobb mértékben megkíméljék a magyar embereket. Az országgyűlés működése is ezzel volt összefüggésben, hiszen nagy számban fogadtunk el olyan törvényeket, amelyek a háborús helyzettel, még a Covid utózöngéivel kapcsolatosak, illetve az Európai Unió által előírt különböző feltételrendszereknek való megfelelést is lehetővé teszik. Hát ez egy erőltetett törvényhozási menetet jelentett ebben az évben. Hát nyáron is például majdnem egy hónappal tovább ülésezett az országgyűlés. Köszönöm az interjút! Köszönöm, és ami talán legfontosabb, hogy itt az ünnep közelettével, hogy a béke az, ami szeretnénk, legyen a háborús konfliktusnak vége, az záruljon le, és békés viszonyok között tudjunk majd dolgozni az új esztendőben. Én remélem, hogy ez fog sikerülni, és így Magyarország jövőképe is jobb lesz, mint amit sokan sejtenek, vagy ami kilátásaink jelenleg vannak.